a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. A békért folytatott küzdelemben és a gazdaságfejlesztésben is a város szövetségese. Kaposváron járt a külügyminiszter. Soha nem gyógyulósebb. Ma van a trianoni békediktátum évfordulója. Sok eső, erős szél, kevés jég. Mikén házat, Kadarkuton árkokat árasztott el a víz. Kaposváron fa dőlt az autókra. Jó estét kívánok! A háború vonata már elhagyta az utolsó előtti állomást. Az európai választópolgárok azonban június 9-én még meghúzhatják a vészféket, mondta a külgazdasági és külügyminiszter tegnap este egy kaposvári fórumon. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, valami nagyon nincs rendjén Európában, hiszen több vezető politikus a sajátjaként tekint az ukrajnai háborúra. A tárcavezető ezért tartja stratégiai hibának a háború globalizálását. Szijjártó Péter ismét hangsúlyozta, amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, addig szó sem lehet arról, hogy magyar fiatalokat egy másik ország háborújába vessenek be. Brüsszelben eluralkodott a háborús őrület, a béke pártján állókat pedig el akarják hallgattatni. Többek között ezért is fontos, hogy a magyar emberek ilyenek választójogukkal, és részt vegyenek a június 9-i voksoláson, mondta a külgazdasági és külügyminiszter, aki interjút adott a Kapos Televíziónak. Magyarország több mint 1 millió menekültet fogadott be, 10 milliárd euróval többet fizet az energiáért a háborús válság miatt, és a tavalyi évet az infláció elleni küzdelemre kellett rááldozni a gazdaságfejlesztés helyett. Vagyis a magyar emberek már eleget fizettek egy olyan háborúért, amihez semmi közük. Ezt kell megállítani június 9-én, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Az emberek hozhatnak egy döntést, háborúban akarnak élni, vagy békében. Akarják ezeket az őrültségeket, mint a katonák küldése Ukrajnába, a sorozás, vagy éppen a nukleáris háború. Én abban reménykedem, hogy leszünk elegen Magyarországon, és leszünk elegen Európában is, akik majd a béke mellett fogunk kiállni a hétvégén. Szijjártó Péter szerint a kormány teljes beruházás ösztönzési stratégiája a dél-dunántúli régióra fókuszál, melyből Kaposvár rengeteget profitálhat. Ehhez pedig olyan partnerek kellenek a városvezetők személyében, akik az ott élőket képviselik. A kormány és az önkormányzatok, a kormány és a polgármester együttműködése, ha normális, akkor az nagyon pozitívan hat a város fejlődésére. És Kaposvár esetében ez így volt az elmúlt sok-sok esztendőben. Az, hogy jelenleg 3 gyár is épül Kaposváron, azt mutatja, hogy itt már beindult az a dimenzióváltás, amely a magyar gazdaság fejlődő pályájának újabb lökést adhat. A hozzáadott érték növelésével és a kutatás-fejlesztési ráfordítások hangsúlyosabb átételével, tette hozzá a tárcavezető. 104 évvel ezelőtt írták alá a trianoni békediktátumot, melynek következtében Magyarország elveszítette területének 2/3, népességének 64%-át. Június 4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja is egyben. Az elcsatolt országrészben élők megmaradásáért folytatott küzdelmére hívták fel a figyelmet ma a kaposvári megemlékezésen is. A Dériné Vándor Színtársulat, a Somogy Tánc Együttes és Saripol Rónai Művészeti Intézet színművész hallgatói közösen adtak ünnepi műsort a Nemzeti Összetartozás napján Kaposváron. A Berzsenyi Parkban lévő Trianon emlékműnél iskolások, civil szervezetek és kaposváriak emlékeztek meg a 104 évvel ezelőtt aláírt békediktátumról és annak máig ható következményeiről. Nehéz ezt megélni. Az ünnepségen Dubka György kárpátaljai írótörténész az orosz-ukrán háború veszteségeiről beszélt, és arról, hogy a kárpátaljai magyarok minden erejükkel küzdenek a megmaradásért. Fájó szívvel kell tudomásul vennünk, hogy egyre több koporsó érkezik Kárpátaljára. Egyre több embert visznek a frontra. Nem számít ki, milyen nemzetiség. Ungváron, a hősi temetőben még a múlt év márciusában olyan 30 katona sírt számoltam meg,
azok mindannyian ungvári fiúk voltak. Most legutóbb már 200-ra emelkedett a katonasírok száma. Kárpátalja lakossága néhány év alatt 150 ezerről 90 ezerre csökkent. Sokan elhagyták a területet, vagy a harcokban vesztették életüket. Hozzátette, ráadásul az ukrán vezetés nem ismeri el a kisebbségeket, homogén országot akar. Fő cél egy egynyelvű, homogén ukrán állam létrehozása. Mi továbbra is azt hirdetjük, tiszteljük Ukrajnát. Tiszteljük az ukrán nyelvet, irodalmat, de elvárjuk, hogy ők is tiszteljék a magyar nyelvet, az irodalmat, a magyarságot, és ne fosszanak meg minket jogainktól, amit kiharcoltunk a rendszerváltás után. A Nemzeti Összetartozás napját 2010. május 31-én iktatták törvénybe. Azóta a világ minden pontján megemlékeznek erről a napról a magyarok. A kaposvári ünnepség végén koszorúkat és egy szál fehér rózsát helyeztek el Párkányi Rab Péter alkotásánál, a Trianon emlékműnél. Idén több mint 500 iskola, óvoda és kulturális intézmény, köztük a kaposvári református iskola is csatlakozott a Nemzeti Összetartozás himnuszának elénekléséhez. A Kossuth-díjas zeneszerző előadó művész Szarka Tamás Készfogás című dalát egyszerre, egy időben adták elő a Kárpát-medence számos pontján ma délelőtt. A kezdeményezés célja, hogy a közös énekkel és tánccal erősítsék meg a hazájuktól elszakított magyarokat, az összetartozásba vetett hitüket. Amikor elkezdtük ezt tanulni, akkor én beszéltem a gyerekeknek ennek a napnak a nehézségéről, és hogy milyen helyzetbe kerültek, akkor egyik éjszakáról a másikra határon kívül testvéreink, és ők azonosultak ezzel, és nagyon nagy szeretettel tanulták. Hamarabb megtanulták, mint talán más dalokat, amikor szoktam nekik tanítani, hogy ezt az üzenetet, ezt a szeretetet, hogy ezt érezzék, és nem csak most június 4-én, hanem minden napjainkban gondolunk rájuk. Úszás, futás, biciklizés. Több mint 100-an vágtak neki a triatlonos megmérettetésnek Kaposváron. A kaposvári kórház valamennyi szakrendelésén bevezették a járóbeteg irányítási rendszert. A Német István fasor felüli főbejáratnál található regisztrációs aulában először sorszámot kell húzni a szakrendelésekre érkezőknek, majd a fali kijelző monitoron követhetik nyomon, melyik regisztrációs pulthoz kell menniük. Akik a bőrgyógyászati osztályra, a sebészetre, az urológiára, a tüdőgondozóba, a központi laborba, a nőgyógyászatra vagy belgyógyászatra, osztályok szakrendeléseire érkeznek, azoknak az osztályos járóbeteg rendelések várójába kell menniük. A sorszámhúzó automata a betegazonosításhoz tajszámot is kér. A Füredi úton egy 15 méteres fa dőlt rá a parkoló autókra, a desadai bicikliutat pedig folyamatosan takarítják a városüzemeltetés szakemberei a tegnap esti vihar után. A somogyi tűzoltóknak a vármegye több településén is adott munkát a hirtelen jött nagy mennyiségű eső. A vihar másnapján is vízben állnak a nyárfák ebben a mikei csemetésben, és a terület melletti bekötő utat sem kímélte a tegnapi felhőszakadás. Itt másfél óra alatt zúdult le az a csapadékmennyiség, amely így elárasztotta a környéket. Volt egy kis ég is, hát tovább amelyeket a száborgatta mindenféle. A valóbb még a ház is beállazott, itt ilyen régi ház beállazta. Az utcában, ahol ez a férfi lakik, több családi ház udvarára is betört a víz. Ennek a kertnek jókora részét el is öntötte. Nem csak a füves terület, hanem a veteményes is víz alá került, de a takarmány sem úszta meg. Sőt, a vízaknát is megtöltötte, még ma is jól látszik annak ellenére, hogy a tulajdonos kiszivattyúzta a csapadékot. Akárcsak a tűzoltók, akik a feltelt árkok megtisztításán dolgoztak. A somogyi egységeket 20 esetben riasztották az elöntött területekhez. Ez pedig már a feldúzott kapos folyó a keceli bejárónál. A vármegye székhelyen is bőven adott munkát a katasztrófavédőknek az erős esőzés.
Kaposváron a Füredi utcában Gyökerestől fordult ki egy 15 méter magas fa, és 6 személy autót temetett maga alá. A városhivatásos tűzoltói darabolták össze ezt a fát, személyi sérülés egyébként szerencsére nem történt. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően hamar kiszabadultak a kidőlt fa alá rekedt autók, ugyanakkor ma is akadt tennivaló a viharkárok miatt. A városüzemeltetés munkatársai egész nap dolgoztak Kaposváron a károk helyreállításán. Egyben arra kérnek mindenkit, hogyha problémás területet látnak, akkor a kavu.hu oldalán tegyenek bejelentést. A nyári diákmunka program jó lehetőséget ad arra is, hogy a diákok szakmai és gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek, megismerkedjenek a munkavilágának szabályaival a pénzkereset mellett. Erről a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára beszélt ma a sajtóban. Idén 3,8 milliárd forint támogatás áll a nyári diákmunka program rendelkezésére. A tárca számításai szerint ezzel mintegy 19-20 ezer diák foglalkoztatását segítik elő. A július-augusztusban zajló programra június 17-től lehet regisztrálni. A 16 és 25 év közötti munkaviszonyban nem álló nappali tagozaton tanulók jelentkezését várják. Az állam az önkormányzati szférában legfeljebb 2 hónapra teljes egészében megtéríti a legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás után fizetett bért. A versenyszférában pedig a napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér 75%-át az állam adja, a többit a vállalatok fizetik. Kalocsa Zsuzsa kaposvári író-költő volt a vendége az újrainduló irodalmi tea délutánoknak a kaposvári Takázsia emlékházban. Minden kedden Somogy vármegyéhez köthető alkotókat látnak majd vendégül, vagy emlékeznek meg róluk irodalmi szakértők segítségével. Így őrzik például Babai József és Fésűs Éva Kossuth díjas meseíró emlékét is. A programok szervezésében a könyvtár nyújt segítséget. Nagyon örültünk, hogy ez év április 9-én ismét megnyithatott az emlékház, és a régi látogatóink nagy örömmel tértek vissza. A megbeszélésünk alapján azt határoztuk el, hogy ez évben a somogyi írókkal és költőkkel foglalkozunk, így az irodalmi tea délutánok folyamatosan megismétlődő témája valamely kiemelkedő somogyi személyiség. Híradónk végén sport. Profi és amatőr versenyzők triatlonoztak a hétvégén Kaposváron az Extreme versenyen. A Csík-Ferenc versenyúszodában 1900 métert úsztak a sportolók, 90 kilométernyi kerékpározás után pedig egy félmaratont futottak le. Ezeket a távokat az abszolút győztes kicsivel több, mint 4,5 óra alatt tette meg. Több mint 100 induló vett részt az Extreme 113 triatlon versenyen Kaposváron. A sportolók a megmérettetésnek mintegy 2 kilométernyi úszással vágtak neki. Idén különleges helyszínen. Ebben az évben az a különlegessége, hogy a desedai építkezések miatt és a városon való átközlekedés miatt úgy döntöttünk, hogy inkább megmutatjuk Kaposvár büszkeségét, a Csík-Ferenc versenyúszodát, hiszen így a több futamban indított mezőny elfér a 10 pályás medencében. A medencéből kiszállva biciklire pattantak az indulók, hogy letekerjék a 90 kilométeres távot. Végül a 21,1 kilométeres futás következett. Ezekre a távokra nem csak az ország egész területéről, de még Szlovéniából és Horvátországból is neveztek. A szövetség kezdeményezésére idén a Próbáld ki a triatlont versenyre is invitáltak résztvevőket. Összesen 25-en vállalkoztak a több mint 20 kilométeres teljesítményre. Nem könnyű versenyen vagytok túl, nem túl könnyű versenyen vagytok és vannak túl. Köszönöm a szervezőknek, Attilának és csapatának, hogy évről évre idehozzák a triatlonnak az élvonalát, és megmutatják azt, hogy hogyan kell edzeni, küzdeni és legyőzni önmagukat. A verseny abszolút győztese Lőrinc Gergely lett, aki 4 óra 32 perc 11 másodperc alatt teljesítette a távot. Második helyen Kalmár Mátyás végzett, míg a dobogó harmadik fokára Markó Horváth állhatott fel. A folytatás Nagyatádon lesz. Válogatott játékost igazolt a kaposvári női és férfi röplabdaklub is. A legutóbbi idényben a bajnokságban ezüst, míg a Magyar Kupában bronzérmet szerző KNRC színeiben játszik már a 2024-2025-ös szezonban a 24 éves négyszeres válogatott feladó Kotormár Réka.
A Békés Csabáról távozó játékos azt mondta, mivel Kaposváron kezdett el röplabdázni, és a családja is innen származik, jó volt látnia, hogy a helyi röplabda rendkívül dinamikusan fejlődött az elmúlt időszakban. A bajnok és kupagyőztes Finó Kaposvárban folytatja pályafutását Boldizsár Péter, válogatott röplabdázó. A 18 éves kecskeméti nevelésű center már 6 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben. Főbb híreink még egyszer röviden. A békéért folytatott küzdelemben és a gazdaságfejlesztésben is a város szövetségese. Kaposváron járt a külügyminiszter. Soha nem gyógyulósebb. Ma van a trianoni békediktátum évfordulója. Sok eső, erős szél, kevés jég. Mikén házat Kadalkuton árkokat árasztott el a víz. Kaposváron fa dőlt az autókra. Várospolitikai célokról és a kaposváriak közösségéről is szó lesz most kezdődő Hat szemköz című közéleti magazin műsorunkban, ahol Szita Károllyal beszélgetünk. Tartsanak velünk! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapospont után már is jön az időjárás jelentés. Kiadós csapadékot adó légörvény kelet felé távolodik térségünkből, így lassan csökken a csapadékhajlam, megnyugszik a légkör és erősödik a nappali felmelegedés. Holnap változóan gomoly felhős, napos idő várható, már csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A változó irányú szél megerősödik, a hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 24-26 fok között alakulnak. Csütörtökön többnyire napos idő várható, délutáni gomoly felhő képződéssel. Kora reggel 14-16, napközben 26-28 fok várható. A hétvégére beköszönt a kánikula, a jövő hét elején pedig záporok, zivatarok kíséretében újabb front érkezhet. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. Siófokon, a Kálmán Imre sétányon igényes kivitelben épülő Koloman Társasház ingatlanjainak értékesítője.